Köszöntöm az Oxigén nézőit a Csíkszeredai magbőrzén. A szervezők szavaival élve mi lenne optimálisabb hozzáállás, mint szétnézni, beszerezni, elültetni a jövő magjait. Tartsanak velünk! Magbőrzét szerveztek a Csíkszeredai magtárban. A résztvevőknek lehetőségük volt magokat, palántákat, gyökereket cserélni néhány hasznos tanács tapasztalat kíséretében. A rendezvény két szervezője Haba Tünde és Rusz Ajtony Eszter. Tavalyi év mindannyiunk számára azt hiszem egy ilyen kezdőlökés volt, hogy elinduljunk a kertészkedés terén és kísérletezzünk, az is, aki korábban nem volt rá ideje, nem találta meg a helyét, hogy hol ültethessen. Viszont most gondoltuk, hogy ha már ekkora lelkesedés van az emberekben, akkor egy olyan irányba terelgetni őket, vagy arra példát mutatni, hogy hogyan tudnának helyit, és valóban az itteni klímának megfelelő, esetleg őshonos fajtákat ültetni. Számos érv szól amellett, hogy tájfajta vidékünkön megtermő magokat ültessünk, és ha van rá lehetőségünk, akkor őshonosat, mert az rezisztensebb. A legfontosabb, amit tudnunk kell a magokról, hogy a magok információkat hordoznak. És a tájfajta magok azt jelenti, hogy sokkal hosszabb, úgymond, vagy sokkal régebbi az ők információjuk, a tudástáruk, amit ők átadnak minden évben azáltal, hogy ők újra földbe kerülnek, termést hoznak. És talán ez a, ugye hát elméletileg mindig azt mondjuk, hogy az őshonos fajták azok rezisztensek, ellenállóbbak a betegségekre, tehát sokkal jobban bírják azokat a természeti csapásokat, amikkel manapság találkozunk. De az ültetés során lehet ezeket felismerni, különösen, hogyha megtetszik nekünk egy valamilyen fajta paradicsom vagy uborka, elültetjük, és azt mondjuk, hú, de finom, jövő évben is szeretnénk ebből ültetni, elültetjük, és nem lesz ugyanaz. Miért? Azért, mert hibrid, és a hibrid ugye két másik bolygót keresztezve, és hogyha második évben mi visszaültetjük, akkor úgymond visszaüt, vagy az apjára, vagy az anyjára. Tehát, hogy nem azt kapjuk, amit első évben ültettünk, és akkor innen lehet tudni, hogy igen, hibrid magokkal van dolgunk. Az üzletekben ez úgy lehet fölismerni, hogy rajta van egy F1-es szám, és akkor abból tudjuk, hogy ez hibrid. Bármi hihetetlennek tűnik, a magválasztás közegészségügyi kérdés is, akár egy ilyen vírushelyzetben is, amikor immunrendszerünket a tájfajta gyümölcsökkel, zöldségekkel tudjuk erősíteni. Ezzel a 2020-ban Európai Uniós szinten megfogalmazott biodiverzitást és természeti sokszínűséget védő és támogató stratégia követelményeinek is eleget teszünk. Székelyföld különösen ugye kisléptékű parcellák jellemzik, és a kisléptékű parcellákban természetes, hogy a tájfajta magok ugye tudják hozni ezt a sokszínűséget. Tehát azt jelenti, hogy többfajta paradicsomot, uborkát, krumplit tudunk ültetni, ami ugye az az érdekes ebben, hogy bármilyen idő van, tehát hogyha szárazság van, vagy esős idő, mindig van olyan fajta, amelyik bírja vagy a szárazságot, vagy az esős időt, hogyha csak egy fajtát ültetünk, és például nem bírja szárazságot, és azon a nyáron szárazság van, akkor nem lesz nekünk paradicsomok. Hogyha pedig többfélét, akkor mindig lesz valamelyik, amelyik terem. Az az érzésem, hogy mi nem vagyunk tudatában annak, hogy az identitásunk, és ugye mi nagyon büszkék vagyunk székelyként az identitásunkra, mennyire függ attól is, hogy mi kerül az asztalunkra. Tehát mennyire vagyunk mi úgymond önellátók, függetlenek a nagy rendszerektől, amik jönnek, mennek. Tehát ezeket nem tudjuk befolyásolni. Azt be tudjuk folyásolni, hogy mi kerüljön az én asztalomra, mi kerüljön a gyerekem gyomrába. Tehát mit tegyek én az asztalra ahhoz, hogy egészséges családot, egészséges környezetet, egészséges közösséget tudjak én fölépíteni. A szervezők hangsúlyozzák, hosszú távon rengeteg pozitív előnnyel jár, ha az őshonos magokból termett tájfajta gyümölcsök és zöldségek kerülnek a családok asztalára. Azáltal, hogy az emberek maguknak termesztik a zöldséget, és odafigyelnek arra is, hogy olyan minőségben, illetve olyan állapotig érleljék, hogy magfogásra is alkalmas legyen, így elérhetnek egyfajta önfenntartó, önállátó gazdálkodást, hiszen következő évben nincs szükségük megvásárolni a magot, hanem a sajátjukat ültethetik. Köszönöm figyelmüket, találkozunk jövő héten, addig is minden jót, viszontlátásra!